la vida pasa como en una grande fiesta. Ale, viva la vida, se la vi. Viva la vida pasa como en una grande fiesta. Ale, viva la vida, se la vi. Talán éppen Toszkána az a tájegység, amely a leginkább tükrözi Olaszország egészének karakterét, olyan együttest alkotva, amelynek harmóniáját a sokféleség adja. Toszkána átmenetet alkot észak és dél között, de nem mint közvetítő, hanem mint olyan terület, amelynek mindig is egyedi arculata volt. Olyannyira, hogy az egész világon a toszkán táj kifejezést használják arra a szeszélyes természeti csodára, amelyben ragyogó zöld színbe öltözött hullámzó dombok, enyhe magaslatok és szelíd lejtők váltakoznak, s rajtuk sok helyütt szőlőskertek és olajfaligetek virulnak. A megművelt földek természet alkotta képbe olvadnak össze. A tanyaépületek a földhöz hasonló színeikkel és a ciprusokkal szegett kanyargó utak is egy harmonikus egység szerves részei. Passano gli anni, i giorni, le ore, ma il nostro amore non passerà. Ama i tuoi uomini, il vizio e il dolore, un altro amore ti curerà. Se il tuo nemico è oggi t'assedia, sappi che l'odio si stempererà. Resta seduta lungo la sponda, sull'onda del fiume lo porterà. Io molto pianto e tanto sorriso, ora il destino lo invento da me. Questo è l'enigma del paradiso, sarà il mio viso se entro. Toszkána fővárosa az Arno folyó két partján domboktól körülvett síkságon fekszik. Lakói főként iparral és kereskedelemmel foglalkoznak, a város jó részt idegenforgalomból él. Ez igazán érthető, hiszen Firenze művészeti emlékekben a világ leggazdagabb városa, melyet a reneszánsz bölcsőjeként szoktak emlegetni. Etruszk alapítású település, melyet a rómaiak az időszámításunk előtti első század elején hódítottak meg. Az egész római császárkoron és kora középkoron át lakott volt, de az igazi fejlődés kezdetét a 13. század elejére tehetjük. A textiliparról nevezetes kereskedőváros Európa egyik legjelentősebb kulturális centruma lett. Az olasz nyelvű irodalom első méltán világhírű alakjai, Dante, Petrarca és Boccaccio firenzeiek voltak, bár utóbbi kettő nem itt született, és itt működtek hosszabb, rövidebb ideig a reneszánsz festészet és szobrászat olyan mesterei, mint Giotto, Donatello, a rabbiák, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Botticelli. Firenze fénykora összefonódott a Medici családdal, mely a 15. század elejétől 3 évszázadon át irányította a városállamot. A 17. század végétől Firenze jelentősége minden tekintetben csökkent. 1865-től 1871-ig ugyanaz egyesített Olaszország fővárosa volt, mégis csak századunkban indult újból fejlődésnek.
A nyolcszögletű keresztelő Szent János kápolna Firenze egyik legrégibb épülete. Külsejének zöld és fehér márvány geometrikus mintázata jellemző a korszak toszkánai ízlésére. Hadban kezdtek a Santa Maria del Fiore építéséhez egy korábbi templom helyén. 1436-ban maga a pápa szentelte fel az akkori Itália legnagyobb templomát, mely a római Szent Péter és a londoni Szent Pál bazilika után ma is a harmadik legnagyobb a világon. A Palazzo Vecchio, azaz a régi palota, a középkor óta a városi tanács székháza. Durva kőtömbökből rakott falait lőréses bárkányzat koronázza. Első Cosimo nagyherceg építette Vasarival 1560 és 1574 között a hivatalok palotáját, az Uffizit. Az U-alakú épületön ma már nem az adminisztráció, hanem a művészetek otthona. A reneszáns stílusú palota második emeletén van a világhírű képtár. A Ponte Vecchio az Arnon átvezető 14. századi híd. Jellegzetessége, melynek hírnevét köszönheti, a fecskefészekként oldalához tapadó sok kis házacska. Ezeknek hídra néző üzlethelységeiben évszázadok óta ékszerészek és aranyművesek vannak. A Santa Maria Novella a dominikánusok monumentális gótikus stílusú temploma. Az oldalhajók először itt csatlakoztak ilyen csigavonalas kiképzéssel a magasabb középhajóhoz. A Szent Miniátus templom az egyik legszebb és legrégibb firenzei templom. Regressus eius ad patrem, ex
excursus us quod in verus, recursus ad semine. Equalis eterno Patri, carnis trofe ad singere, in firma nostri corporis, virtute firma ans perpeti. Presime iam fulgent tu, lumenque nox viratu, quod nulla nox interpolet, fideque iubilis. Vajon a liguroké, a fókiszíaké, vagy az etruszkoké a dicsőség, hogy Pisa alapítói lehettek? Bárkik voltak is, a város jó lehet ma már jó néhány kilométerre került a tengertől, pártfogó istenségének mégis a tengert tekintik. Tartományi főváros, érseki és egyetemi székhely. A 11.-13. században azonban tengeri nagyhatalom volt, és világhírű emlékeinek nagy része is ebből a korból származik. A Dóm tér méltán viseli a csodák mezeje nevet. A Dóm, a Ferdetorony és a Keresztelőkápolna szikrázóan fehér márvány együttese, a zöld gyep szőnyegen valóban csodálatos látvány. A Dóm. A pizai román stílusnak ez a jellemző remek műve egy gazdag tengeri zsákmánynak köszönheti létét. 1063-ban kezdtek építéséhez, és 1118-ban a pápa szentelte fel az akkori Itália legnagyobb templomát. Az árkádokkal díszített főhomlokzatot csak a 13. században fejezték be, a kupola gótikus galériája pedig 14. századi. A Ferdetorony tulajdonképpen a Dóm harangtornya, amely az akkori szokásoknak megfelelően az abszis mellett szabadon áll. A pizai román stílus jellemző példája, és a Dómhoz hasonlóan földszintjét vakívek, hat emeletét árkádok díszítik. Építését valószínűleg 1172-ben kezdték el, de az első emelet elkészülte után már jelentkező ferdülés miatt többször abbahagyták, és csak a 14. században fejezték be. A Dóm homlokzatával szemben álló keresztelőkápolna építését 1153-ban kezdték el a hagyományos pizai román stílusban. A keresztelőkápolna belsejét 8 oszlop és 4 pillér tagolja egy márványból készült körüljárón. Ezen belül áll egy pódiumon az 1246-ban készült keresztelőmedence. A Campo Santo, szó szerint fordítva a Szent Mező, a pizaiak egykori temetője, melyet az 1270-es években alakítottak ki egy gótikus kerengő formájára. A Szentföldről hajókon hozták a földet, hogy halottaik abban nyugodjanak. Falai közé zártan, a világ egyik legszebb tájától körülvéve, Siena az a kiváltságos hely, amely századok múltán is megőrizte eredeti karakterét. A hasonló nevű tartomány fővárosa, érseki és egyetemi székhely három összefüggő dombon fekszik. Sienát a hagyomány szerint Senus Romulus unokaöccse alapította. Időszámításunk körül kolónia rangú római város volt. A 12. században önálló köztársaságként kereskedelmi és banküllettei révén meggazdagodott. A 14-15. Század fordulóján felvirágzott. A Piazza del Campo a nagyjából szabálytalan félkör alakú lejtőstér, Siena városi életének központja. A
kövezeten fehérrel kirakott vonalak is a Városháza, a Palazzo Publico felé irányítja tekintetünket. De a monumentális épület a tér legmélyebb részén van. A Városházát a háromosztatú gótikus ablakokkal díszített, fölül pártázatos lőrésekkel koronázott, barnás-vöröses színű tégla építményt a 13. század végén, a 14. század elején emelték. A dóm a három dombon fekvő város legmagasabb pontján emelkedik, ahol a római korban egy Minerva templom állott. A jelenlegi dómot a 12. században román stílusban kezdték építeni, azután gótikus stílusban folytatták. A jobb oldal homlokzat mellett magasodik a fekete-fehér zebra csíkozású pizzai lombás stílusú torony. A Szent Dombonkos templom a domb tetején erőtszerűen magasodik. A templom belseje főként Szent Katalinnal kapcsolatos emlékei révén nevezetes. Az előcsarnokban láthatjuk Szent Katalin egyetlen hiteles, egykorú képmását, Andrea Vannitól. A város nagy szentjének szülőházát szentélyé opatóriumá alakították át. Katalin 1347. március 21-én született, és 1380. április 29-én halt meg. Rövid élete folyamán látomásaival, vallásos miszticizmusával, szuggesztív egyéniségével igen nagy hatást gyakorolt kortársaira, és főként az ő érvelésének köszönhető, hogy 11. Gergely pápa a franciaországi Avignonból ismét Rómába tette át a pápai székhelyet. A termékeny, de nyáron nagyon meleg síkságon fekszik. A város eredete az idők homályába vész, talán a római kor előtti időkre megy vissza. Ez csugalja a nevének keltadik útgyöke, mely mocsaras helyet jelent. A római birodalom széthullása után különböző hűbérurak, majd Pizza és Firenze fennhatósága alá került. 1369-ben 100 000 aranyforinton megvásárolta függetlenségét IV. Károly császártól, és ezt 1799-ig Napóleon hódításáig sikerült is megőriznie. Az óvárost körülvevő, nagyrészt 16. századi városfalaknak köszönhetően Lukában több mint 30 középkori, román és gótikus stílusú templom, valamint reneszánsz paloták sorra maradt fenn. Volterra 550 méter magasan fekvő kisváros. Az etruszkok alapították, azután római uralom alá került, a középkor egy részében önálló volt, majd 1361-ben Firenze foglalta el. Balza szakadékok a várostól kb. 2 kilométerre láthatók. A csaknem függőleges falu földomlás rendszeresen tovább terjed a város Volterra irányába. A legrégebbi környékbeli etrusz temető és egy 11. századi apátság már áldozatul esett.
San Gimignano 324 méter magas hegyen fekvő városka, mely megőrizte a 14. századi Dante korabeli arculatát. Éppen állnak a város falai, és a 13.-14. századi lakóházak, templomok és aminek hírnevét köszönheti a paloták tornyai. A középkorban minden gazdagabb családnak külön erődített tornya volt. Ez egykori 70-ből korunkra 13 maradt. Még így is méltán hívják a tornyok városának. Chianti vidék közepén vagyunk. Itt a 15. század óta folyamatos a szőlőtermelés, és azóta nem is foglalkoznak mással. Ezen a vidéken etruszkok telepedtek le először. A környékén egy római hadiút, a kereskedelmi út és egy zarándokút is haladt, mely felesztőleg hatott a gazdaságra. Egy fekete kakas látható minden Chianti vidéki boron, mely egy legendához kapcsolható. A 12.-14. században állandósult a harc Firenze és Siena között, hogy melyik városállam tud nagyobb területet birtokolni. Az igazságos területszerzést kakas szóval és két lovassal oldották meg. Mikor a kakas megszólal, Sienából és Firenzéből is elindul egy-egy lovas, és ahol találkoznak, ott lesz a határ. A firenzeiek csaltak, mert fekete kakasukat bezárták egy sötét helyre, és nem adtak neki enni a verseny előtti napon. Ezért, mikor kiengedték, az első fénysugár megjelenésekor rögtön kukorékolt, így a firenzei lovasnak több ideje volt lovagolni, így nagyobb területet szerzett. Itt 30 féle terméket készítenek szőlőből és 40 terméket olivából. Ilyen környezetben hangulatos portúrát szerveznek, melyen megvendégelik az ide látogatót helyi specialitásokkal és finom borokkal. Európai Unióban 20 millió bevándorlót tartanak számon, legtöbbjük a harmadik világból származik. Németország, Nagy-Britannia és Franciaország mellett Olaszország az egyik legfontosabb befogadó ország. Észak-Olaszországban a bevándorlás értéke 56,8% volt 2002-ben, az országban a legmagasabb. Az ideiglenes munkákat a mezőgazdaságtól a turizmusig egyre nagyobb arányban bevándorlók vállalják el. Ezek közül egyesek már letelepedtek Olaszországban, mások rövidebb időre maradnak az ország területén. Olaszország egyik legelevenebb példája a migráció hullám találkozó helyének. Itt minden kontinens számos csoport képvisel. Mert a jelenlétet számokkal fejezzük ki, akkor azt mondhatjuk, hogy Olaszország területén minden 10 emberből 4,5 európai, 2,5 afrikai, 2 ázsiai és 1 amerikai. Firenze belvárosában nincs olyan utca, melyen ne lennének arab, néger és kínai járusok, akik a rendőrök elől bujkálva mobilis állványokon értékesítik portékájukat.